Tisztelt vendégeink, tisztelt vezetőség, tisztelt igazgatóság, tanári kar, kedves szülők és diákok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakgimnáziumának diplomátadó ünnepségén. Poważni zibrania, szanowni hosti, kolegi, dorogi studenti! Вітаємо вас на урочистому зібранні фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II з нагоди вручення дипломів. Свято проводиться угорською мовою, програму урочистості надруковано українською та угорською мовами, виступи для гостей перекладають українською мовою викладачі коледжу. Ünnepségünk kezdetén hallgassuk meg állami himnuszunkat, énekeljük el nemzeti imánkat, majd intézményünk himnuszát, melynek szövegét mindenki megtalálhatja az ünnepségünk programfüzetében. Zongorán kíséri Antal Diana. Я просто на сон.
Nagy örömünkre szolgál, hogy újra ezen a patitáns helyszínen tarthatjuk meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának 7. tanévzáró ünnepségét, és együtt ünnepelhetjük 66 végzősünk útrabocsátását. Tisztelettel köszöntjük köreinkben Szilágyi Mátyást, Magyarország beregszászi konzulátusának konzulját. Dr. Cseh Áront, Magyarország ungvári főkonzulátusának vezető konzulját. Bújdosó Jánost, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetőjét. Ljubka Katalint, a külgazdasági és külügyminisztériumi Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum programért felelős államtitkárságának koordinátorát. Mézner Ritát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkárságának referensét. Rostás Jánost, a Máté Szalkai Szakképzési Centrum kancellárját. Pap Zoltánt, a Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját. Magyar Jánost, a Máté Szalkai Déri Miksa Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatóját. Főtisztelendő Molnár Jánost, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynökét, Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosát. Nagy tiszteletű Tarackközi Ferencet, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztorát. Főtisztelendő Marosi Istvánt, a Görögkör Görögkatolikus Főiskolai Lelkészség lelkipásztorát. Rezes Károlyt, a Beregszászi Járási Tanács elnökét. Sin Józsefet, a KMKS Beregszászi Középszintű Szervezeti elnökét, Beregszászi Járási Tanácsi képviselőt, a KMKS frakcióvezetőjét. Gabóda Bélát, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Továbbképző Intézet Beregszászi főkintézkedőjét és igazgatóját. Lőrinc Ingridet, a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége elnökét. Virág Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnökét. Fudella Angelikát, a Péterfalvai Községi oktatóját, kulturális szervezetének vezetőjét. Vitajmo predstavnikiv Mukačevskog fakovog koleđa Nacionalnog univerziteta biosfere i prirodokorisnja Ukrajine. Перенець Мар'яну Васильівну, голову циклової комісії філологічних дисциплін, та Русин Євгенія Олександровича, викладача туристичних дисциплін. Köszöntjük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetőit. Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét, Kárpátaljai Megyedi Tanács képviselőjét, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnökét. Csernicskó Istvánt, a Rákóczi Főiskola rektorát. Fodor Gyula rektor helyettest, Beregszászi Járási Tanács képviselőjét. Kohut Attila rektor helyettest. Sós Katalint, a szakgimnázium igazgatóját. Gianda Galinát, a szakgimnázium igazgató helyettesét. Király Katalint, a szakgimnázium igazgató helyettesét.
Váradi Natáliát, a felnőtt képzési központ vezetőjét. Nagy Istvánt, a Rákóczi Főiskola Egánede Szakképzési Centrum beregszászi igazgatóját. Kis Juliannát, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatóját. Molnár Ferencet, a Szakgimnázium kollégiumának igazgatóját. Tisztelettel felkérem Csernyiskó Istvánt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát ünnepségünk résztvevőinek köszöntésére. Köszönöm szépen. Tisztelt vendégek, kollégák, szülők, kedves végzős diákok! A meghívó és a mindenkinek a kezében legyezőként szolgáló programfüzet szerint tanévzáró és diplomátadó ünnepségre gyűltünk ma itt össze. Ez így is van, de azért ne feledjük el, hogy nem a diplomákat, nem is azok megszerzését ünnepeljük ma. A mai ünnep azoké a fiataloké, akik kiérdemelték ezeket az okleveleket. Azt a teljesítményt tiszteljük meg ezzel a rendezvénnyel ma, amely a diplomák megszerzése mögött áll. A diplomájukat ma átvevő fiatalok ugyanis megérdemlik ezt az elismerést, hiszen néhány évvel ezelőtt kitűztek maguk elé egy célt, és rengeteg akadályon, felvételi vizsgákon, felelések, dolgozatok és vizsgák végtelen sorozatán átküzdve magukat, el is érték ezt a céljukat. Én azt kívánom nektek, kedves végzős diákok, hogy a megszerzett tudás mellett az itt töltött évek alatt elvégzett hatalmas munkát is jelképező diploma átvétele után is legyen bennetek erő, kitartás, bátorság és persze szorgalom ahhoz, hogy kitűzött céljaitokat a jövőben is mindig elérjétek. Gratulálok a megszerzett diplomákhoz, és úgy vélem, hogy az ünnepnek megfelelően a ma végzett fiatalok megérdemelnek egy tapsot. Köszönöm. Tisztelettel felkérem Sós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának igazgatóját évértékelő beszéde megtartására. Tisztelt világi és egyházi méltóságok, kedves vendégek, szülők, diákok, kollégák! Az idő múlását leginkább akkor vesszük észre, amikor közelünkben lévő gyerekeinkből felnőtt lesz, amikor a tanítványainkból kolléga lesz. Ma, itt és most fülön tudjuk csípni az idő homokjának pörgését. Ma, itt és most egy búcsú erejéig megállíthatjuk a pillanatot, hogy visszatekinthessünk az elmúlt évek, a tanévre, a közös emlékekre, a megélt tapasztalatokra, a közös örömökre. Ismét egy különleges eseményekben és kihívásokban gazdag tanévet tudhatunk magunk mögött. Hogy miért különleges, azt talán senkinek nem kell megmagyarázni. Az elmúlt két év bizonyíték arra, hogy az élet mindig hozhat különleges, váratlan fordulatokat. A 2020-21-es tanév sok meglepetést tartalmazott. Nem csak a rendkívüli járvány színezte különlegessé ezt a tanévet, hanem a ránk zúduló feladatok sokasága is, a kreatív, tudásvággyal felvértezett végzőseink is, a diákjaink által gerjesztett kihívások, sikerorientáltságuk is. Nem volt még rá példa, hogy egy évfolyamon 8 kitüntetéses oklevelet adjunk át. Ma ez is valóra válik. 2017, azaz az első diplomosztó után tavaly egy szerényebb, zártabb körülmények között tudtuk megszervezni a diplomátadunkat, ezért még különlegesebb élmény a mai,
hiszen nagy öröm most itt, újra itt lenni a megszokott pompás környezetben, szülők és vendégek társaságában, és beszámolni a tanév küzdelmeiről és sikereiről. A mögöttünk álló tanév minden nehézség ellenére mindössze 2 elsős diákunk teljesített 6-os átlag alatt. A másodikos diákjaink ismét megküzdhettek az érettségi alapjául szolgáló független tesztelés sárkányaival, és minden diákunk sikeres belső magyar nyelv és irodalom érettségit tett az intézményben. Összesen 5 tantárgyból érettségiztek diákjaink. Sajnos az országos átlaghoz hasonlóan nálunk sem sikerült mindenkinek a tervek szerint teljesíteni ezt a feladatot. De Ukrajna történetéből, angol nyelvből, földrajzból, biológiából és kémiából az érettségit minden arra jelentkező diák sikeresen teljesítette. Az ukrán nyelv és irodalom a matematika vizsgákra való felkészítésben viszont még nagyobb odafigyeléssel kell dolgoznunk. Gratulálok azoknak, akik jó vizsgaeredményeket értek el, és még több energiát kell befektetni azoknak, akik kaptak még egy lehetőséget a javításra. Mi, pedagógusok pedig új stratégiákon fogunk dolgozni, hogy diákjaink még eredményesebbek lehessenek. Külön kiemelném az intézményben tett magyar nyelv és irodalom vizsgát, hiszen az érettségi komoly felkészülést előzte meg. A magyar nyelv és irodalom érettségi a magyarországi érettségi követelményekhez igazodik, de a körülményeink teljesen mások. Hiszen a tanterv szerint csak a szükséges óraszámok töredékét tudjuk megvalósítani 2 év alatt, a magyarországi 4 évhez képest. A 3. és 4. évfolyamos diákjaink nagy többségének szintén sikerült teljesíteni a tantervet és a gyakorlatok kihívásait. Sajnos idén az óvodapedagógia gyakorlat csak kreatív feladatok megoldásával lehetett teljesíteni, de már ebben is rutinosak vagyunk a tavalyi év után. A szociális munkaszakosok 4 gyakorlati színhelyen próbálhatták ki magukat, a számvitel és adóügy szakos diákok 6 gyakorlati színhelyen teljesítettek és szereztek elengedhetetlen tapasztalatokat. Az alkalmazott matematika szakos diákok a Puskás Rivadar Informatikai Központ és a szakgimnáziumunk bázisán mélyíthették szakmai tapasztalataikat. A kemény munkának mindig megvan az eredménye, köszönöm nektek! Minden nehézséget legyőzve, tanulmányai mellett 64 diákunk vett részt a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség által szervezett tantárgyi vetélkedőkön, melyeken a legjobb közé kerülve 3 első, 6 második és 7. harmadik helyezést hoztak el diákjaink. Első helyezést matematikából, a helyesírási vetélkedőn és a szavaló versenyen érték el diákjaink. De nagyon jól szerepeltek a magyar, angol, biológia, földrajz és számítástechnika versenyeken is. Diákjaink a főiskola központi rendezvényének rendszeres résztvevői, és szakgimnáziumokban is több rendezvényt tartottunk meg a betervezett 16 közül. A teljesség igénye nélkül néhány. Szeptemberben megszerveztünk a Bowling hetét. Az aradi vértanúkra egy videós versetűddel emlékeztünk októberben, novemberben Naiban napokat szerveztek, és karriernapot tartottak az alkalmazott matematika szakosok, ez sajnos csak online térben valósult meg, de nem maradtak el az adventi gyertyagyújtások sem, a hagyományos március 15-i szónokverseny, sajnos online formában, ahol 27 diák mérettette meg magát. Az óvodapedagógiai szakbizottság először szervezte meg a gyermekek jogainak világnapja alkalmából figyelemfelkeltő akcióját, és 4. alkalommal szervezték meg a legkreatívabb óvónőjelölt versenyt, szintén online, ahol 24 óvónőjelölt mutatta meg a jövőbeli pályára való rátermettségét és kreativitását. A számvitel és adóügy szakbizottság is szervezett karriernapot, amelyen a jelenlegi diákjaink találkoztak kibocsátott végzőseinkkel, és sor került a 3. gazdaságtudományi vetélkedőre, szakgimnáziumunk 2.-3. évfolyamos számviteles diákai, valamint a főiskola BSC 1. és 2. évfolyamos hallgatói között. Az idei vetélkedő a Global Money Week című pénzügyi tájékoztató kampány keretein belül került megrendezésre online formában Google Meet platform alkalmazásával. 2. alkalommal szervezte meg tudományos diákkonferenciáját az alkalmazott matematika szakbizottság, ahol 9 diák mérettette meg magát.
Az itt bemutatott alkalmazások az alsóbb évfolyamokon tanuló diákoknak szolgálhatnak ösztönzésül, hogy minél korábban kezdjenek el hozzá az egyéni kutatásokhoz, fejlesztésekhez és inspirációt kapjanak az évfolyam munkáinkhoz. Idén is részt vettünk Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával, pincér és infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető szakon, szakmasztár országos verseny írásbeli előválogatóján és sor került eszközbázisunk fejlesztésére is. A diák önkormányzat megszervezte a hagyományos gólyavató ünnepségét, melynek helyszínéül ezúttal a beregszászi római katolikus templom sportpályája adott otthont. A fiatalok érdekvédelmi szervezete harmadik alkalommal szervezte meg a Ki mit tudott, melyre a jelentkezők egy kis videó formájában mutatták be, miben tehetségesek. Itt 8 diák vett részt, 9 produkcióval. A Buzánszki Jenő labdarúgó kupán iskolánk csapata a dobogó harmadik fokán végzett. És az életünkből az idén sem maradt ki a színház. Számos alkalommal sikerült közös színházi élményt megélnie a közösségünknek. És mindezek mellett a 13. Ötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny virtuális döntőjén 2 diákunk is komoly helyezést ért el. Második helyezett lett Tóth Bianka, végzős szociális munkaszakos diákunk, és 8. helyezést Mátyus Boglárka, óvodapedagógus szakos diákunk ért el. És még sorolhatnám a rengeteg rendezvényt, eseményt, de mindenkit arra kérek, hogy a honlapunkon tájékozódjon bővebben ezekről. A tanév folyamán a tantestület is gazdagodott. Nem csupán tapasztalattal, hanem továbbképzésekkel szerzett tudással is. Ebben a tanévben a tantestületünk 14 tagja esett át szakmai minősítésen, így a tanári gárdánk is erősödött, magasabb besorolású és címeket viselő kollégákkal lettünk gazdagabbak. További sok sikert kívánok a kollégáknak, szakmai fejlődést és jó egészséget. A mai nap tehát egy igazán eseménydús tanév zárásának az ünnepe, de leginkább mégis a végzősöké. Azoké, akik a jövőjüket megalapozó tudásra, életre szóló barátságokra, diákszerelmekre és felejthetetlen élményekre tettek szert iskolánkban, akik itt nem csak tanultak, hanem szemünk láttára váltak tudatos, magabiztos felnőttekké. Kedves végzőseink! Ti még nem tudjátok, de az út csak most kezdődik el. Hátatok mögött van ugyan számos vizsga, beszámoló, záróvizsga, évfolyamunk és gyakorlatvédés, élő és virtuális helytállás, és csak ti érzitek, hogy mennyi erőfeszítés, mennyi munka van e mögött. Szeretném ezért itt nem csupán az elismerésemet kifejezni, hanem egyben köszönetet mondani mindazoknak, akik e munkát segítették. Az igazgatóhelyetteseknek, szakbizottságok vezetőinek, tanáraitoknak, tanulmányi osztálynak, valamint az osztályfőnököknek, akik szinte saját gyermekeink tekintve rátok, élték át mindnyájatok örömét és bánatát. Köszönjük a gyakorló színhelyeknek, hogy ezekben a nehéz időkben is befogadtak benneteket, és átadták szakmai tudásukat, gyakorlatukat. Az, hogy ma 66-an átvehetitek a diplomátokat, egy sikertörténet része, melyben hatalmas szerepe van a minket alapító és működtető főiskolának és alapítványnak, valamint a magyar kormánynak, azon belül is a Nemzetpolitikai Államtitkárság elkötelezett támogatásának. Köszönet érte! De köszönet illeti szüleiteket is, hiszen minden feladathoz, kihíváshoz, ami ezek alatt az évek alatt előttetek állt, szükség volt az ő támogatásukra, mosolyukra, simogatásukra, hogy a sok nehézség ellenére akár csak egy jó szóval, bíztatással ott álljanak mögöttetek, és ott álljanak mellettünk, segítve közös munkánkat. Kedves végzős! Minden csoda a tiéd lehet. A legmerészebb álmaidat is megépítheted, de lassan, téglánként. Minden tégla lerakásához türelem kell, kitartó szorgalom, s főleg hit, hogy ebből végül ház lesz. Minden egyes téglánál látni kell a házat. Ez a hit, Müller Péter szerint. Még a Bibliában minden lehetséges annak, aki hisz.
Márk 9.23. Én azt kívánom, hogy legyen hittel, reménnyel teli az életutatok, hisz minden most kezdődik el. Legyetek ti ennek a mindennek az alakítói. Sok sikert kívánok hozzá. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelettel felkérem Szilágyi Mátyást, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulját, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt elnök asszony, tisztelt rektor úr, tisztelt vezetők, egyházi főméltóságok, konzul úr, kedves diákok, kedves szülők, kedves pedagógusok! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakgimnáziuma 2014 óta az egyedüli olyan magyar tanítási nyelvű szakgimnázium Kárpátalján, amely nem csak érettségit ad, hanem okleveles szakembereket is képez. Ezáltal igen fontos szerepet játszik abban, hogy utat nyisson a kárpátaljai fiatalok előtt a felsőoktatási intézmények felé, és megteremtse annak lehetőségét is, hogy a végzettek a felsőoktatásban, a munka világában is megtalálják a helyüket. Jól használható széleskörű ismereteket nyújt a diákoknak, lehetővé téve, hogy az itt töltött éveket sikeresen kamatoztassák az életük során. A középiskolában eltöltött évek kiemelten fontosak a fiatalok személyiség fejlődésében, tudásuk ismereteik fejlesztésében, a továbbtanulásra és a szakmai képességek gyakorlására történő felkészítésében. A szakgimnázium nagyon fontos szerepet játszik annak a törekvésnek a megvalósításában, hogy az ifjúság megőrizze nemzeti identitását, ápolja kultúráját, gyarapítsa magyar és idegen nyelvi ismereteit. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a képzésre a szakgimnáziumban magyar nyelven kerülhet sor. Kiemelt diplomáciai célkitűzésünk, hogy a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel lehetőségét a jövő generációk számára is megőrizzük Kárpátalján. Bízunk abban, hogy ezen a téren is sikerül közös nevezőre jutni ukrán partnereinkkel a magyar tannyelvű oktatás kérdéseiben. Ennek érdekében tevékenykedik a magyar-ukrán oktatási munkacsoport immár fél éve, amely igyekszik konstruktív párbeszédet kialakítani, és igyekszünk minél eredményesebb párbeszédet kialakítani ukrán partnereinkkel az oktatási és tudományügyi tárca vezetésével. Az anyanyelven folytatott tanulmányok mellett fontos szerepe van annak is, hogy a fiatalok minél több nyelven beszéljenek, különös tekintettel a világnyelvekre és különös tekintettel az állam nyelvére is. Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz, mondta utolsó királyunk, IV. Károly, aki német anyanyelve mellett magas szinten beszélte az angol, a francia, a magyar, a cseh nyelveket, és ugyanakkor rendelkezett latin és görög nyelvismerettel is. Meggyőződésem, hogy a szakgimnázium oktatói és diákjai a lehető legjobb munkát végezték. Az oktatók minden tőlük telhetőt elkövettek azért, hogy diákjaik sokoldalúak, tájékozottak, kultúra szeretőek legyenek. Az első évfolyamtól kezdve arra törekedtek, hogy bevonják a fiatalokat az intézmény és a főiskola közösségi és kulturális életébe. Fontos feladatuknak érezték a tehetségek gondozását, biztosítva, hogy minden tanuló megtalálhassa életcélját, érezze egyúttal a továbbtanulás fontosságát. A jelenlévők a legjobb tudói annak, mennyi munka, fáradtság van abban, hogy ma itt állhatnak, és kezükbe vehetik szorgalmuk kézzel fogható jutalmát. Az idén 66 diák fejezi be tanulmányait a szakgimnáziumban,
3 vagy 4 éves tanulmányokat követően alkalmazott matematika, rendszergazda szakon, szociális munkás, óvodapedagógiai, turizmus és számvitel szak területén. Kimagasló ez a mostani oklevélosztás abból a szempontból, hogy a szakgimnázium vezetése az idén először ad át 8 kitüntetéses diplomát. A diákok számos tanulmányi versenyen is részt vettek, igen komoly eredményeket értek el, amihez külön szeretnék gratulálni. Az elmúlt évek minden napjának meghatározó része volt a tanulás, a vizsgákra, dolgozatokra való felkészülés, a beadandók, a beszámolók, a protokollok, összefoglalók írása. És bár nyilván nem csak a munkáról szóltak a hétköznapok, remélem, hogy a közmondásos diákélet örömei sem kerülték el önöket, eredményeiket ugyanakkor mégiscsak elsősorban a tanulásnak, a tudás megszerzésének köszönhetik. Ezzel kapcsolatban álljon itt Teller Ede, az egyik valaha élt, legnagyobb magyar fizikus, örökérvényű bölcsessége. Abban hiszek, hogy a tudás jó, hogy a tudást mindenki mással együtt és titoktartás nélkül művelni kell, mert ez az, ami megkülönbözteti az embert a többi élőlénytől. Szeretném kiemelni, hogy a magyar kormány eddig is és ezt követően is folyamatosan, határozottan támogatja a kárpátaljai magyar oktatást, a magyar felsőoktatást és a szakképzést. Folyamatosan és határozottan szeretnénk elérni azt, hogy a magyar értelmiség Kárpátalján újra termelődjön, sőt, kiterjedjen, a tudás társadalma kiterjedjen, és minél hatékonyabb és minél eredményesebb legyen az itt élő magyarok számára. Szeretném méltatni természetesen nemzetpolitikai államtitkárságot, amely döntő stratégiai szerepet játszik ennek a támogatásnak a fenntartásában, további folyósításában, és külön szeretném kiemelni azokat a stratégiai partnereket, akik, amely intézmények rendkívüli, áldozatos, nemzetstratégiai fontosságú tevékenységet végeznek, ilyen a Máté-Szalkai Szakképzési Központ, ilyen a Máté-Szalkai Déri Miksa Szakgimnázium, és ilyen természetesen a Georgikon Mezőgazdasági Szakgimnázium. Hálánkat kell nyilvánítanunk ezen áldozatos és nagy nemzeti elkötelezettségű és magas szakmai színvonalú oktatói tevékenységért, amelyet ezek az intézmények kifejtenek együttműködésben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával és annak szakgimnáziumával. Biztos vagyok abban, hogy mindez kiváló alapot nyújt majd a most végzett diákoknak is a további tanulmányok folytatásához, illetve az elhelyezkedéshez. Kívánom, hogy az itt megszerzett tudásukat a gyakorlatban kamatoztatva legyenek sikeresek, és elsősorban itt Kárpátalján, természetesen mindenhol, bárhol, ahova az élet elvezeti önöket, de elsősorban itt Kárpátalján. Kárpátalja várja önöket, vár benneteket az életben, a munka, a tudomány, az oktatás tevékenysége terén. Szakmai tevékenységükhöz pedig kívánok önöknek, nektek sok sikert, személyes életetekben pedig sok örömöt és boldogságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tisztelettel felkérem Bújdosó Jánost, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetőjét, tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt elnökasszony, tisztelt igazgatóasszony, rektor úr, tisztelt egyházi és világi méltóságok, kedves jelenlévők! Engedjék meg, hogy Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr nevében és megbízásából nagy szeretettel köszöntsem a főiskola szakgimnáziumának oktatóit, végzős diákjait és minden kedves jelenlévőt.
Amit korábban a magyar művelődés megteremtése menthette meg a magyar nemzetet, aként a nemzeti katasztrófáink után ma is csak művelődésünk megőrzése, és minden kicsinyességen felülemelkedő nagyarányú lendületes továbbfejlesztése tarthat életben bennünket. Így fogalmazta meg Kléber Bernst Bruno, a trianutáni Magyarország méltán híressé vált közoktatásügyi minisztere egyik beszédében az oktatásnak a nemzet jövőjére gyakorolt szerepét. Amikor a főiskolai szakgimnáziuma létrejött, akkor az volt az alapvető cél, hogy a magyar diákok itt helyben anyanyelvükön jussanak hozzá minőségi tudáshoz. Az évek, évtizedek alatt azonban az intézmény a magyar tudományos szellemi élet központjává vált. Ma a Rákóczi Főiskola és intézményei nem csak a kárpátai magyarság anyanyelvi felsőoktatásában játszanak kiemelkedő szerepet, de fölvállalják a magyarság kultúrájának, hagyományainak és örökségének az ápolását, megőrzését. Olyan oktatási és közösségi teret sikerült itt teremteni, ami a kárpátai magyarság a magáinak érhez. Az intézmény egyedülálló abból a tekintetben is, hogy az itt végzett fiatalok nem csak a vállalt szakmára készíti fel, de közösségi életbe való betöltött szerepre is. Itt megkaphatják azokat az ismereteket, megköthetik azokat a kapcsolatokat, ami ahhoz szükséges, hogy építői legyenek annak a településnek, ahová az élet rendeli őket, hogy őrállói legyenek a kárpátaljai magyarságnak. Amikor a képzés elindult itt Beregszászon, nem is gondoltunk arra, hogy nem sokára mindennek mekkora jelentősége lesz. Nem hittük, hogy egyszer majd attól kell tartanunk, hogy a felépített magyar oktatási hálózat megmaradása kerül veszélybe Kárpátalján. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy csak egységben tudunk erősek lenni. Erre az egységre hív minket az elkövetkezendő időszak is itt Kárpátalján. Ismét megmutathatjuk és bebizonyíthatjuk, hogy egységben, egy irányban tervezünk jövőket. Magyarország nemzeti kormányának törekvése és támogatása hiábaló lett volna, ha nem lettek volna a kárpátai magyarságnak olyan elkötelezett tagjai, akik nem hagyták magukra közösségüket, hanem meglátták, hogy a nehéz helyzetben még inkább szükség van munkájukra. Köszönjük a bátor kiállást! Külön köszönet illeti elnökasszonyt, igazgatóasszonyt és rektorulat, valamint a szakgimnázium minden oktatóját, hogy működtetik az intézményt, így ma van kinek átadni az okleveleket. A jövőben is számíthatnak ránk. Kedves végzősök! Ma készhez kapjátok munkátok megérdemelt jutalmát. Azt a diplomát, amiért megdolgoztatok. Ezzel együtt azonban egy másik útravalót is kaptok, a közösségetekért való felelősséget. A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és kötelessége. Írja Tamási Áron. Mostantól ti is a kárpátai magyarság szellemi vezetői vagytok. Talán még soha nem volt ennyire szüksége rátok a közösségeteknek. Bízom abban, hogy az a képesítés, amit most átvesztek, illetve mindaz, amit megtanultatok az elmúlt években, elősegíti majd boldogulásotokat, ezáltal pedig a kárpátaljai és egyetemes magyar nemzet megmaradását. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm a figyelmet. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziuma hagyományteremtő szándékkal elindította a 2018-2019-es tanévben az év diákja elnevezésű kezdeményezést. A díjat egy tanévben egy diák nyerheti el. Olyan második, harmadik vagy negyedik évfolyamos diák terjeszthető fel, aki az intézményben és a társai körében pozitív példával jár élen, tanulmányi munkájában jó vagy jelesrendű, szorgalma jó vagy példás. Társai közül emberi magatartásával, társaihoz, tanáraihoz való jó viszonyával, segítőkészségével emelkedik ki. Társadalmi szempontból aktív, körültekintő, szociálisan érzékeny, magas érzelmi és értelmi intelligenciában rendelkezik. A 2020-2021-es tanévben 23 diákot jelöltek erre a címre. A kuratórium döntése értelmében a 2021-es év diákja Svec Antal. Negyedik...
Negyedik évfolyamos alkalmazott matematika szakos diák. Felkérem a szakgimnázium igazgatóasszonyát, Sós Katalint, adja át a díjat. A most következő percekben ünnepségünk főszereplőié a szó. A végzős óvodapedagógia szakos diákok a Szabadnak születtél című dalt adják elő. Zongorán kíséri Antal Diana. Thank you.
A végzős hallgatók nevében Simon István, alkalmazott matematika szakos, Mátyus Boglárka, óvodapedagógia szakos és Tóth Bianka, szociális munkaszakos végzős diákok mondanak köszönetet. A tanári szakma állandó nyomást jelent, főleg középiskolai szinten. Az ember minden 7 órából 5-öt a színpadon tölt, és a világ legnehezebb közönségének kell játszania. Olvashatjuk Stephen Kingtől. Kedves tanáraink, hatalmas köszönettel tartozunk Önöknek. Önök tanítottak és neveltek bennünket. A szakmánk széles skálájának minden árnyalatát megpróbáltánk belénk színezni. Ott voltak mellettünk, mikor életre szóló barátságokat kötöttünk. Igaz barátokat találtunk, szerelmeket szőttünk. A vetélkedőkre, a felejthetetlen kirándulásokra, ezekre mind-mind nosztalgiával gondolunk majd vissza. Hiszen kinek ne lenne olyan emléke, hogy könnyesen nevette magát egy-egy órapárán. Nos, nekünk van jó néhány ilyen. Sajnos ballagó diákokként most el kell hagynunk tanárainkat, akik fáradhatatlan odaadással és áldozatos munkájukkal próbálták belénk ültetni a tudást. Gyarapítani próbálták szellemi, illetve testi adottságainkat. Ezért mi mindannyian örökre hálásak maradunk Önöknek, még ha ezt nem is mindig adtuk kedves tanáraink tudtára. Köszönjük, hogy elnézőek voltak velünk, és köszönjük, hogy amikor kellett, akkor bizony szigorúak is. Hálásak vagyunk a törődésért, illetve köszönjük azt, hogy szemet hunytak kisebb csíntevéseink fölött. Bocsássák meg nekünk nyögdécselő feleleteinket, olykor erősen hiányos dolgozatainkat. Bizonyára nem egyszer okoztunk a tanárainknak nehéz perceket feledőtlen és meggondolatlan viselkedésünkkel. Többször előfordult olyan is, hogy sikerült a tanárainkat a megszokottnál egy picit jobban felbosszantani. Kérem, bocsássák meg ezeket nekünk. Ugyanakkor mi mindnyájan reméljük, hogy tudják, mindettől függetlenül hálásak vagyunk Önöknek mindenért. Köszönjük az áldozatkész nevelő oktató munkájukat, és azt, hogy amikor néha reménytelennek is tűnt a helyzet, Önök akkor sem adták fel, és kihozták belőlünk a lehető legtöbbet. Reméljük, hogy tudják, Önök maradandót alkottak. Maradandót alkottak, mert az Önökben felhalmozott tudás és tapasztalat egy része a diákjaikban él tovább. És itt most nem csak a szakmai tudásra gondolok, hanem minden apró pillanatra, amelyeket mi, diákok, észrevétlenül szívunk magunkba Önöktől. A tartást, a szakmai elkötelezettséget, a humort, és még tovább is sorolhatnám. Úgy vélem, hogy egy igazán jó tanárral eltöltött egyetlen nap többet ér, mint 1000 évnyi szorgalmas tanulás. Nekünk pedig, szerencsénkre, nem csak egy ilyen nap adatott. Köszönjük a főiskola vezetőségének és a főiskola alapítványának, hogy biztosították számunkra a helyet, ahol lehetőségünk volt gyarapítani a tudásunkat, a modern eszközöket, amelyekkel dolgozhattunk, és nem utolsó sorban, hogy ösztöndíjban is részesülhettünk. Köszönetünket szeretnénk kifejezni a szakgimnázium vezetőségének is, akik háttérben végzett odaadó, felelősségteljes munkájukkal gördülékenyé tették és teszik is intézményünk működését. Külön búcsúzunk osztályfőnökeinktől, és köszönettel tartozunk nekik, akik közösségé kovácsolták osztályainkat, akik megszervezték a jó hangulatú kirándulásokat, akik segítették a rendezvényekre való felkészülésekben. Problémáinkkal bármikor bizalommal fordulhattunk hozzájuk, odafigyelésükkel pedig segítették a fejlődésünket. És végül, de nem utolsó sorban, szeretnénk megköszönni minden tanárnak a sok tudást, amit kaptunk. A tudás nagy kincs. Ez alkotja majd a tudás vagy gyökereit, amely a későbbiekben, reméljük, terebélyes lombkoronává növi ki magát. Ígérjük, hogy az intézményben megszerzett tudást a legjobb képességeink és lehetőségeink szerint kamatoztatni fogjuk. Köszönjük Önöknek! Fogadják hálánk jeléül ezt a jelképes virágcsokrot.
Szabótri Anna, utaló, bátorság, indul, megvetett van. Ne kérdezz, hogy célok hol van. Kösvényük elő, kössalú, időtelenik visszatér. Ha minden lépést élvezett, tehát minden is hová vezet. Csak lélegezz, csak lép. És ennyi. Szívdobogásra menni, menni. Vidd, ami kell. Kevés elé. A tűz, a föl, a víz, az ég. Aki ismeri önmagát, útbeszélőből is éppen át. Nem baj, ha körbe-körbe jársz, aki vár, úgy is rátalál. Úgy is rátalálsz, aki vár. Az úgy kéni, a körbezár. Tartalékos ködepe, csalogat, csárdítva fel. Puha, fészek meleg, sötét. Kikit talál meg, az a tét. Indulj, a többi rátajó, a társadalmi állandó. Az ellensúgó énekel, miközben lelked égre kell. Itt tart a földön, elleszáll. Vedd, vidd, vidulj, menj, meg ne áll. Ha messze jut, ha visszafut, mindig magadhoz visszafut. Köszönjük, Hé Dominika! Óvodapedagógia szakos és Vassák Zoltán Sándor számvitel és adóügy szakos diák Szabó T. Anna útravaló című versének előadását. A végzős hallgatók nevében Simon István alkalmazott matematika szakos diák beszédét hallhattuk, most pedig Mátyus Boglárka óvodapedagógia szakos és Tóth Bianka szociális munkaszakos végzős diákok mondanak köszönetet. Vallom és hirdetem, hogy nincs értékesebb, hatalmasabb és szebb, mint az élet. Mindig szép és mindenütt. Fetrengett a lelkem sokszor porban is, sárban is. De mindig új és új magasságai jöttek az életnek. Az élet szent, szép, hatalmas és értékes valami. A sárban is szép, a szűz havasi tetőn is, mert mélység és magasság az élet. Milyen tisztelt jelenlévők, kedves diáktársaim! Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer minden véget ér. Véget érnek a kedvenc sorozataink, elolvassuk a kedvenc könyvünk utolsó lapjait, megesszük az utolsó falatot is a kedvenc ételünkből, és befejezzük iskolánkat is. Így hát elhagyjuk azt a helyet, amely néhány éven át otthont adott a fejlődésünknek. Néhány évvel ezelőtt, mikor a sikeres felvételi vizsgákat követően idejöttünk, sokunkat félelem fogott el, sikerülhet-e leküzdeni azt az akadályt, amely elválaszt minket, és egy új, sok-sok rejtét nyújtó titokzatos kalandot. Sikerült, így tud már ez a kaland véget érni. Kedves diáktársaim, bizonyítottunk. Bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk leküzdeni az élet elénk állított akadályait. Mindnyájan bebizonyítottuk rátermettségünket, így most tovább kell lépnünk. Tovább kell vándorulnunk az élet lehetőségeinek ösvényén, hogyha majd a végére érjünk, teljesen elégedetten tudjuk mondani, képes voltam megcsinálni. De a lehetőségek és a sikerek nincsenek kockázatok nélkül, így a legfontosabb üzenet, amit ma meg kell hallanunk, az az, hogy merj kockáztatni. Merj fejest ugrani az élet neked szánt lehetőségeibe, és ragadj meg mindent, amely vonz téged, akkor is, ha az kockázatokkal jár, és tele van próbákkal és kihívásokkal. Ahhoz, hogy az lehess, aki mindig is lenni akartál, bátorsággal kell elrugaszkodni a biztonságtól a lehetőségek felé. Mert a lehetőségek tesznek azzá minket, akik valamikor is lenni szeretnénk.
Nem fogok senkinek se hazudni azzal, hogy az élet kudarc nélkül tálcán kínálja majd a lehetőségeit, és nekünk csak annyi a dolgunk, hogy megragadjunk és éljünk vele. Mert nem így lesz. Szenvedni fogsz. Sokszor lesz nehéz. Sokszor gondolkodsz majd azon, hogy talán fel kellene adni. Fel kellene adni az álmaidat, mivel túl sok kockázattal, túl nagy áldozatokkal járnak azok. Félni fogsz, mert nem tudod majd, hogy mit hoz a holnap, mire számíthatsz, nem tudod, milyen lehetőségre mondtál igent, amely azután kudarcba fullad. És sokszor leszel gyenge. Elgyengülsz majd a terhek súlya alatt. Viszont ha eléred a pillanatot, hogy meg tud ragadni az adott lehetőséget, újra feléledsz. Látod majd a fényt az alagút végén, azt, hogy volt haszna annak, amiért küzdöttél. De ahhoz, hogy ezt elérd, bátornak kell lenned. Így hát, kedves diáktársaim, mindenkinek azt kívánom ma, hogy legyetek bátrak. Legyetek bátrak és kitartóak, hogy azt az életet tudjátok élni, amelyet egykor megálmodtatok magatoknak. Kedves diáktársaim, induljunk hát útnak Axel Rose szavaival. Tedd, amit úgy érzed, tenned kell, menj arra, amerre a szíved terel, hisz időd oly kevés, légy hát magad ura, míg élsz. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Drága szüleink, most hozzátok szólok. Hálás szívvel állunk most előttetek. Hálásak vagyunk a gondoskodásért, a szeretetért, a sok jó szóért, a bíztató ölelésekért, és mindazért, amit az elmúlt évben értünk tettetek. Milyen furcsa most itt lenni. Mintha csak tegnap lett volna, hogy megszeppent elsősökként beléptünk volna az iskola falai közé. Hálásak vagyunk, hogy segítettetek megtenni az első lépést, és most is itt vagytok velünk. Bernát Erzsébet szavaival élve, olyan áldozatot, mit értem, hoztak, s hoznak, tán meg se érdemlek. Értem, olyan sokat dolgoznak, s étnappallá téve miattam fáradoznak. Ők valódi hősök, mégis rólam áradoznak. Köszönjük, hogy hozzátok bármikor fordulhatunk. Köszönjük, hogy a mi jólétünket mindig a magatok élé helyezitek. Köszönjük, hogy értünk éltek. Köszönöm, hogy elviseltél, lehetetlent sosem kértél. Köszönöm, hogy megértetted, szükségem van rá. Köszönöm a figyelmet. Mielőtt végzőseink átvennék diplomájukat, fogadalmat tesznek. Az eskü szövegét előolvassa Bátori Vivien, harmadik évfolyamos, számvitel és adóügy szakos végzős hallgató. Én Bátori Vivien. A felsőfokú szakképzési végzettség. A felsőfokú szakképzési végzettség. Megszerzését igazoló diploma. Megszerzését igazoló diploma. Átvétele alkalmából ünnepélyesen fogadom. Átvétele alkalmából ünnepélyesen fogadom. Hazámhoz és nemzetemhez hű leszek. Hazámhoz és nemzetemhez hű leszek. Országom alkotmányos jogszabályait megtartom. Országom alkotmányos jogszabályait megtartom. Felelős ifjú szakemberként. Felelős ifjú szakemberként. A megszerzett tudásomat az emberiség szolgálatába állítom. A megszerzett tudásomat az emberiség szolgálatába állítom. Isten segítsen mindezek megtartásában. Isten segítsen mindezek megtartásában.
Tisztelt jelenlévők, kedves végzős diákok! Tanévzáró ünnepségünk legmaradandóbb pillanataihoz érkeztünk. A tanulmányok sikeres befejezését igazoló oklevelek átadása következik. Ismertetem a diplomáról szóló információkat. A 2014 őszén elfogadott új ukrajnai felsőoktatási törvény átalakítatta az egyetemek, főiskolák diplomátadási rendjét. A korábbi központosított folyamatot az egyetemek, főiskolák hatáskörébe helyezték. A felsőoktatási törvény 8. cikkelye alapján Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma a 102. számú 2021. január 25-én kelt rendelete szerint Ukrajna minden egyes felsőoktatási intézménye az új állami minták szerint készíti el a diplomákat és azok mellékletét. A diplomák és mellékletük tartalmát, illetve technikai kivitelezésük sajátosságait a szakminisztérium határozza meg. Azok formai kialakításáról, elkészítési helyükről viszont a felsőoktatási intézmények dönthetnek önállóan. A kiadott diploma elválaszthatatlan része a melléklet. Ez tartalmazza többek között a diplomás személy tanulmányi eredményeit, a képzésével kapcsolatos további adatokat. Az állami diplomákban és a mellékletükben található sorozatszámok, a szakminisztériummal együttműködő InfoResource egységes állami elektronikus oktatási adatbázisból származnak. Intézményünk az ukrán és angol nyelvű diploma mellé magyar nyelvű oklevelet is csatol, amelynek tartalma megegyezik az állami oklevelek tartalmával. Így végzősök diplomájukat 3 nyelven kapják meg. Az egységes állami elektronikus oktatási adatbázis alapján elkészült állami oklevelet és mellékletét Ukrajnában és külföldön is egyaránt elismerik. Tisztelettel felkérjük Csernicskó István rektor urat és Sós Katalin igazgatóasszonyt a diplomák átadására. Kapja meg. Kérem, hogy nevük elhangzásának sorrendjében vegyék át diplomájukat. Közreműködik Király Katalin, kurátor. Abroncsos Tímea Martina, kitüntetéses diplomát vehet át, és dicsérő oklevélben részesül. Baksa Rebeka, kitüntetéses diplomát vehet át, és dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért, az intézmény életében való aktív részvételért. Barta Claudia, kitüntetéses diplomát vehet át, és dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért, az intézmény életében való aktív részvételért. Bene Alexandra, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Csala Renáta. Cseresznye Éva Viktória. Deák Barbara. György Orsolya, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Héder Bianca, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért, az intézmény életében való aktív részvételért. Hé Dominika. Kod Zsófia. Kovács Scarlett Cynthia,
Dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Kupi Kamilla. Lőrinc Andrea, kitüntetéses diplomát vehet át, és dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Mátyus Boglárka, dicsérő oklevélben részesül az intézmény életében való aktív részvételért. Molnár Kamilla, kitüntetéses diplomát vehet át, és dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Pap Liliana, kitüntetéses diplomát vehet át, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Pap Kamilla Lisbeth, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Sütő Orsolya. Szabó Melánia, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Szemszicskó Donatella. Szilágyi Boglárka, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Tihor Nikolett. Tóth Szabina. A szociális munka szakon 15 diák szerzett diplomát. Közreműködik Knoblok Erzsébet, kurátor. Bányai Enikő Anna. Dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Bányász Dorotea. Bedei Bianca. Dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Domokó Zsófi Eszter. Elek Irén. Kalanics Brigitta. Lakóci Viktória. Dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. László Bianca. Nagy Dóra. Polner Vivien. Stefán Eleonóra. Dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Szuk Bettina. Tar Szabina, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Tóth Bianca, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért és az intézmény életében való aktív részvételért. Veres Alexandra, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmányi eredményeiért. Számvitel és adóügy szakon 10 diák fejezte be tanulmányait. Közreműködik Vizauer Viktória, kurátor.
Halbok Gábor. Bakos Ákos. Bátori Vivien, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmány eredményeiért. Hajdu Evelin. Simon Vivien. Sütő Éva. Kács Brigitta. Tóth Gabriella. Váradi Regina Anna. Vastyák Zoltán Sándor. Alkalmazott matematika szakon 17 diák szerzett diplomát. Közreműködik Makó Pál, kurátor. Balla Bianca. Buda Dániel. Deszkovics Dóra. Grigorják Miklós. Heckó Angelina. Ködöböc Kristóf. Nagy Mónika, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmány eredményeiért. Orosz Diana, dicsérő oklevélben részesül kitűnő tanulmány eredményeiért. Sárközi Erik. Simon István, kitüntetéses diplomát szerzett, dicsérő oklevelet vehet át kitűnő tanulmányi eredményeiért és az intézmény életében való aktív részvételért. Svec Antal, kitüntetéses diplomát szerzett, dicsérő oklevelet vehet át kitűnő tanulmányi eredményeiért, példaértékű magatartásáért és szorgalmáért. Szabó Bettina, dicsérő oklevelet vehet át kitűnő tanulmányi eredményeiért. Szelei Noémi. Tihor Fruzsina, dicsérő oklevelet vehet át kitűnő tanulmányi előmeneteléért. Tomcsik Vanessa. Tóth Nikolett. Tóth Vivien.
diplomásainkat a nyomdokukban lépő második és harmadik évfolyamos diákok köszöntik. Majd Hete János Ábel, második évfolyamos számvitel és adószakos diák, Aranyosi Ervin, Útra való az élethez című versét adja elő. Szabó Krisztina, második évfolyamos óvodapedagógia szakos, mond búcsú beszédet. Útra való az élethez. Nem ok nélkül jöttél erre a világra. Célja van a létnek, hát okkal vagy itt. Teremtő erő jut minden egyes vágyra, és minden embertársad valamit tanít. Céltalanul élni senki sincs a földön. Teremtő célt szolgál mindaz, aki él. A test, a léleknek nem csupán egy börtön, csak rá kell még jönnünk, mi velünk a cél. Hogyan lennél képes segíteni mások? Mit kellene tenni, hogy létünk szebb legyen? Nem csak siránkozni néma elmúláson, végighánykolódni az élettengeren. Keresd át az utat. Soha nincsen késő. Mi végből születtél? Miért is vagy itt? Kerüljön a kezedbe toll, ecset vagy véső, szebbítsd a világot hétköznapjait. Tedd csupán a dolgot, azt, amihez értesz. S tegyen boldogabbá ez a ténykedés. Tegyél hozzá mindig mások életéhez. Nem sok az elvárás, és nem is kell is. Találd meg életed valódi értelmét, s ha jó úton jársz, jól érzed magad. Fordulj önmagadba, csendesítsd le elméd, s akkor megkapod a léthez a varázs szavakat. Mikor már élvezed az élet értelmét, mikor örömmel kelsz, s hálás a szíved, akkor megtaláltad a lényed valódi tisztaságát, s mint jó útra valót, magadtal viszed. Kövessük a lépéseinket, amik elvezettek oda, ahova jutottunk. Tisztelt vendégek, tanárok, szülők, kedves pallagó diákok! Most hozzátok a diplomaosztó ünnepség főszereplőihez szeretnék szólni azok nevében, akik most arra gondolnak, hogy egy év múlva, ha jó Isten is úgy akarja, hasonló izgalomban várják, hogy elhangozzon a nevük, és átvegyék a tanulmányaik sikeres befejezését igazoló oklevelet. Emlékszem, mikor először jöttem ide, kicsit meg voltam illetődve a hirtelen látástól az életemben. Sokszor tévedtem el a folyosón, vagy megesett, hogy elbújt előlem egy terem, és elleszváltam az ólában az órövet előtt. Köszönöm, hogy ilyenkor ti segítettetek. Meg akkor is, ha nehézség adódott egy-egy feladatnál. Tudtam, hogy nektek is épp elég teendőtök van, mégis támogattatok, segítettetek. Igazi nagyok voltatok és vagytok a szememben, akikre fel lehet nézni, akikkel el lehet beszélgetni, és szívesen látnak el tanácsokkal. Ki három, ki négy éve érkezett az intézmény falai közé. Hosszú idő. Azt hiszem, jobban mondhatom azt, hogy ki ismertetek mindent. Még teremben hogyan vannak elrendezve a padok, még teremben hova kell ülni, hol jó a wifi, még ajtó van mindig nyitva, vagy zárva, még napová kell elmenni ebédelni, és így tovább. Hiszem, hogy ezek az évek hatalmas fejlődést hoztak az életetekbe. Gondoljátok csak végig. Itt csak befejeztétek az általános iskolát, amikor ide csöppentetek. Sokan a környező településekről, vagy akár jóval messzebbről jártatok be ide. Érettek, felelősségteljesek, önállóbbak, és nem utolsó sorban kiváló ifjú szakemberek lettetek az évek alatt. Talán kicsit a ti szívetek is fáj, hogy inkább hagytatok ezt az intézményt, a sok küzdelem és megpróbáltatás ellenére is. Hiszen mégiscsak egy jelentős állomás volt ez az életetekben.
és éppen ezért nem kell aggódnom értetek a továbbiakra nézve, mert tudom, hogy érettekké és talpra esettekké váltatok. Meg fogjátok állni a helyeteket, mint most. Az élet nem úgy szép, hogy olyanok akartok lenni, akik nem is vagytok. Mindnyájunknak megvannak a magunk bonyolult és különleges tulajdonságai, érzékeny pontjai, furcsaságai. Sok minden van, amit megteszünk, sok minden, amit sohasem, és sok minden, amit csak bizonyos körülmények között tennénk. És hajlandóságunkon vagy látásainkon mások csak nevetnének, csodálkoznának, vagy a fejüket csóválnák. Mindezek a sajátosságok egyedül csak ránk jellemzőek. Mutassátok meg magatokat. Legyetek büszkék arra, akikké váltatok. Ti tudjátok a legjobban, mennyi munka, kitartás és erőfeszítés van ebben a diplomában. Ez a sok ember, aki most itt körülöttetek áll, szülők, barátok, tanárok, diáktársak, mindig segítettek, és eztán is segíteni igyekeznek majd titeket céljaitok elérésében. Minden jelenlévő kapcsolódik hozzátok, és számukra is fontos, hogy életetek a ti elképzeléseitek és álmaitok szerint alakuljon. Bár most nem hagyjátok az intézményt, mi továbbra is örömmel látunk falaink közt minden egykori diáktársat. Bárhova is sodorjon benneteket az élet, egy részletek mindig ide fog kötődni, tartozni, hisz így nőttetek fel, így kaptatok új alapköveket, amelyekre a továbbiakban egész életetek során építettek majd. Reméljük sikerrel fogjátok ezt tenni, a szerzett tudást és tapasztalatokat bölcsen hasznosítjátok majd. Sok sikert kívánok a továbbiakban! Diplomásaink tiszteletére énekeljük el a diákhimnuszt, zongorán kíséri Antal Diana. Uram,
Tisztelettel felkérem Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola elnökét, köszöntse a végzősöket! Tisztelt egyházi világi méltóságok, kedves szülők, kollégák, vendégeink, és kedves búcsúzó végzős diákok. Ma, gondolom, úgy érzitek, mindent megnyertetek, győztetek, és túl vagytok mindenen. És ez így is van, hiszen túl vagytok a központi emelt szintű érettségin, a szakvizsgákon, és megszereztétek az első diplomátokat. Akár a munkaerőpiacra is mehettek. Mindehhez gratulálok. Különösen gratulálok ahhoz, hogy ti, szabad lelkű, turul lelkű ifjak, azon az olimpián, amit Ukránból szerveznek, és ahol a szabályok a halak olimpiai mércéhez igazodik, ti is megúsztátok ezt a mércét, így tovább is tanulhattok a felsőoktatási intézménybe. És mi várunk is benneteket jövőre, sőt, mi több, rögtön a második évfolyamra, amennyiben szakirányotokhoz illeszkedőt választotok. Egy ilyen, mondhatnám úgy is, nagyon jó, nem itteni, amerikai gimnázium osztályáról szól az a film, amit a hozzánk jöztök, kötelező jelleggel meg fogtok nézni az én tantárgyamból. Ennek a címe a Császárok klubja, amiben egy nagyon híres, jó történelemtanár minden éven versenyt szervez történelemből a diákjai számára, az ókor tanítja, ti ezt már elfelejtettétek, még érettségére se kellett, mert ott csak Ukrajna történetét kérik számon, és feltesz nekik kérdéseket, és megversenyezteti őket, hogy ki lesz az, aki az ókort legjobban tudja, és kap ezért egy koronát, ő lesz a császár. Az első órán feltett kérdése így szól, hogy ki volt Sutruke Nahunte, Krisztus előtt élt 1152-ben. Aki ügyes lapoz, film 93-ba készült, maguk googlizhatnak, aztán lehet, hogy csak a filmre jutnak ki, mert elmondja, hogy Alan uralkodója volt ugyan, de a történelem nem jegyezte fel a nevét. Nem jegyezte fel a nevét azért, mert ő csak győzni akart dönteni és hódítani. Márpedig a döntés és a hódítás, ha nem társul melléje cél, jelektéktelennek minősül, és aki csak erre törekszik, azt nem jegyzi meg a történelem. Önök győztek most. Döntöttek, hódítottak. Igaz, önöknek céljuk is volt 4 évvel, 3 évvel ezelőtt, hogy óvodapedagógusok legyenek, alkalmazott matematikusok, most úgy csuholják, hogy rendszergazda, vagy akár turizmusban dolgozzanak, bár ők most nem ülnek itt, még kaptak fél év haladékot, hogy januárig dolgozzanak egy kicsit, ha ne is turistáskodjanak, hanem tudják meg, mi az igazi turizmus. Szociális munkások, könyvvitel és auditálás szakosak, tehát könyvelők. Bár az az igazság, ez nem biztos, hogy az önök célja volt. Ez leginkább az önök szüleinek a célja volt, akik enyhe ráhatással önöket, 14-15 éves gyerekeket még besegítették
vagy rásegítették arra, hogy benyújtsák a kérelmüket, eljöjjenek a vizsgákra, és miután jól megírták, szerencsések voltak, vagy tudtak, innét már nem volt menekvés, itt ragadtak nálunk. Persze volt, aki mindenáron ki akart bukni, és mi azt engedtük is, mert nem állhatunk senkinek az útjába. De önök most felnőttek, és tudatosan lépnek ki az intézmény falai közül, és önök előtt most áll az egész élet immár úgy, hogy nem csak az intézménytől válnak meg valamilyen szinten, hanem felnőtté válnak, így a család, ha ott is marad háttértámogatóként, önálló életet kell élni, önálló döntéseket kell hozni, és önállóan kell meghódítani a világot. Ezért ne feledjék, csak a döntés, csak a hódítás azzal és amellé, ha más célja nincs az embernek, nem jegyzik fel, jelentéktelenné válik. Ezért a nyáron és a jövőben gondolkodjanak el azon, hogy mivel érik el, hogy emlékezzenek önökre. És ne csak gondolkodjanak, hanem tegyenek ezért. És én azt kívánom, ha megtalálták, hogy mivel emlékezzenek önökre, és ezért tesznek is, ez megtörténjen, és valóban nyomot hagyjanak maguk után a világban. Sok sikert hozzá! Felkérném újra elnök asszonyt, adját a Mutasd meg, mit jelent főiskolásnak lenni című pályázat díját Frankovics Istvánnak, második évfolyamos számvitel és adóügy szakos diáknak. Kérjük a jelenlévő történelmi egyházak képviselőit, főtisztelendő Molnár Jánost, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöki helynökét, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség plébánosát, nagy tiszteletű Tarackközi Ferencet, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkipásztorát, főtisztelendő Marosi Istvánt, a Görögkör, Görögkatolikus Főiskola Lelkészség lelkipásztorát. Kérjék Isten áldását a végzősökre és a jelenlévőkre. Kedves végzős diákok, kedves testvéreim! Ezen a szép napon, amikor annyi okos tanácsot, tanítást hallottatok, Isten áldását én is Szent Pál apostol szavaival, jó kívánságával szeretném közvetíteni, amit a Tesszalonikai hívekhez írt levelében olvashatunk. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket egészen fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott titeket, ő majd meg is teszi. Kívánom, hogy aki hűséges, adjon hűséget a ti szívetekbe is, egész életeteken át. Mindezek után mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor. Amen. Kedves ünneplő egybegyűltek, kedves végzősök! 1935-ben Makkai Sándor erdélyi püspöke egy nagyon
frappáns és nagyon reális képet mutatott be, illetve fogalmazott meg gondolatként. A magyarság jövője az attól függ, hogy a nemzet mennyire lesz hűséges önmagához, illetve mennyire lesz hűséges azokhoz az evangélium igazságokhoz, amelyekhez Európa hűtlenné vált. Nagy gondolatok, nagy szavak ezek, de én azt gondolom, hogy a ti számotokra is az a jövő, ami előttetek áll, hogyha jövőbe gondolkodtok, akkor a hűség a nemzethez és hűség Istenhez, ez a kettő, ami nagyon-nagyon fontos. Ráadásul mindig nagy kérdés az, hogy a hűség a nemzethez és hűség az Istenhez milyen formában és hogyan valósulhat meg. Ehhez az Isten szava bátorításképpen hangzik Jeremiás könyvéből. Azt mondja az Úr, én tudom az én gondolataimat felőletek. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Egyszerű a feladat, előtetek álló úton, keressétek Istennek a gondolatait magatok felől és nemzetünk felől. És én hiszem azt, hogy békesség és kívánatos jövő vár rátok. Áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Fordítsa az Úr az ő orcáját rejátok, és könyörüljön rajtatok. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és adjon békességet néktek. Amen. Kedves végzősök, kedves szülők, tanárok! Tényleg nagyon sok idézet hangzik el egy tanévzáró alkalmával, nehéz is megjegyezni. Lehet, hogy van, aki majd veszi a bátorságot és visszalapozza a jó tanácsokat. Azonban egy fontos dolog van, amit meg kell jegyeznünk, hogy ezek a bölcsességek valahol egy élettapasztalatok. És ha élettapasztalatok és az ember megfogalmazta, valaki megfogalmazta, akkor mindezek megélhetőek. Az a legfontosabb és az az igazán fontos tanítás számunkra, amelyeket képesek vagyunk tettekké váltani. Az Ószövetségben nagyon-nagyon rég élt egy egyszerű gyerek, Józsefnek hívták, sokan ismerjük az ő történetét. Volt az életében jó és rossz, különlegesen kiemelt pillanatok és nagy-nagy mélységek, és József mindig hű maradt az Istenhez, és József életéből született egy musical, egy beregszászi művész, az Beregszászból származó művész, aki énekli a fő dalát ennek a musicalnek, és úgy fogalmazza meg, hogy Izrael gyermeke sosincs egyedül. József ezzel a tudattal élte az életét, és azért imádkozzunk, hogy Józsefnek ez a tudata, hogy az Istennel van, és mindaz a bölcsesség, amely Istentől, embereken keresztül jön el hozzánk, az a ti életetekben megvalósítható, és kérjük az Istent, hogy ebben a megvalósításban segítsen számotokra. Könyörögjünk az Úrhoz, Uram, irgalmazz! Isten, mi Istenünk, ki igazi és élő út vagy, ki az előtted kedves Józseffel együtt haladtál, haladj velünk is, uralkodó, és a fiatalokkal, és ments meg őket a kísértéstől, minden támadástól és ármánykodástól. Adj nekik békességet, egészséget, és engedd, hogy kegyelmesen, parancsaid szerint minden igazság felett elmélkedve, földi és mennyei javakat nyerjenek. Az Úr áldása reátok az ő kegyelmével és emberszeretetével, mindig, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Tisztelt vendégeink, kedves diákok! A II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diplomaátadó ünnepségének végéhez értünk. Az ünnepség után a meghívott vendégeinket és a tanárokat szeretettel várjuk állófogadásra a Győr terembe. Zaproszanych hostej i szanownych koleg, zaproszujemy na furszet w auditorium Győr. Kérjük a jelenlévőket, hogy a szózatot követően a következőképpen hagyjuk el az ünnepség helyszínét. Először a végzősök vonulnak ki, majd a vendégek, a főiskola és a szakgimnázium vezetősége, aztán az első sorokkal kezdve a résztvevők a hozzájuk legközelebb eső kijáraton.
Rendezvényünk zárásaként énekeljük el közösen a szózatot.